Mint sok más helyszínen, Dombováron is reménytelen ültek le az óriás kivetítő elé. Hajrá, magyarok! Ma megverjük a németeket 2-1-re, egy meccs előtt ezt kimerem jelenteni, úgyhogy biztos vagyok a sikerbe. Kell nekünk ez a győzelem, mert jók vagyunk, úgy gondolom. A házigazda ellen játszott válogatottunk a csoportmérkőzés további alakulása szempontjából fontos meccset a labdarúgó EB-n. Köszönöm szépen a polgármester úrnak, a Szilárdnak, meg az egész városnak. Ez nagyon úgy, én azt mondom, hogy itt még jobban összehoz bennünket, és hát ugye, mivel mi Horvátországból származunk, 91-ben menekültünk át, az egy kicsit úgy oda is húz a szívem, és előtte megnéztük a horvát meccset, ők az albánokkal játszottak, és most jöttünk ide, és akkor itten szurkolunk a magyaroknak, vagyis magunknak, mieinknek. Önfeledten szurkolhattak a Szabadság utca 18-ban kialakított bázison a dombováriak. Böcsök Zétén vagyok, nagyon keveset szeretnénk mondani, semmi többet, csak azt, hajrá magyarok! A kontinens viadal június 14-én kezdődött, és július 14-én zárul majd, és egy ország reméli, hogy a szerdai eredmény ellenére a továbbiakban úgy alakul a válogatottunk sorsa, hogy tovább folytathatja a versenyzést.